Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Időbevándorlók. Alapvetően a migráció problémájára épül. Azzal csavarja meg az egészet, hogy itt a migránsok azok a múltból érkeznek. Tehát van egy jelenkori alaphelyzetünk, ugye északi sorozat Norvégiában játszódik. De várj, a múltból, nem is a jövőből, hanem nem, a múltból. Nem, a múltból, de és hogy, nem tudjuk, hogyan? Hogy miért. Nem tudjuk. Aha. A harmadik évadban, nekem most van egy elméletem, hogy miért, volt egy ilyen South de Park nem része, fejtették ki eddig, hogy miért a múltból. De ez azt jelenti, hogy a múltból, hogy a legkülönbözőbb korokból. Tehát feltűn, vízből, tehát a vízen keresztül vannak az átjárók, és a vízből jönnek ki, hát ugye nyilván úgy kell őket kimenteni, az ősemberektől kezdve egészen a 19. század elejé emberekig mindenféle ember megfordul. Ugye mivel Norvégiában járunk, tehát északon elég sok a viking. És a főszereplőnk az egy Alfhildur Engirsdottir nevű viking származású, tehát a viking korból származó nyomozó nő, akinek van egy Lars nevű nyomozó partnere, egy idősebb pasi. És ugye nyilván megvan ez az alaphelyzet. Na most, ahogy te, Miki, az előbb mondtad, a For All Mankind-nál ugye a plakátokat a háttérben, itt is nagyon okos a sorozat, mert amikor mutatják a helyszíneket, ahol játszódik, rengeteg ilyen plakát, tehát akár tüntetések, ugye, vagy tüntető plakátok, akár például reklámok, hogy a Coca-Cola meglovagolja ezt az időbevándorlási hullámot, és akkor erre kidob egy terméket, vagy nem tudom. Tehát rengeteg ilyen dolog van a háttérben. Tehát nagyon okos a sorozat, és nagyon jól fel van építve. Ugye mindig van, nyilván mivel ez egy alapvetően krimi, ugye mindig van valamilyen gyilkossági szál, amit ugye ki kell nyomozni. És a lényeg, hogy az első évad végére kiderül a főhős nőnkről, hogy ő nem viking. Ugye, vagy legalábbis nem teljesen úgy van. Ugye annyit tudnak az elején, hogy jönnek ezek az időbevándorlók a múltból. De hogy ez visszafele nem lehetséges. Tehát a jelenből nem lehet visszamenni a múltba. De az első évad végére kiderül, hogy lehetséges, csak ez nem nyilvános lesz ez a kiderülés, csak ugye a nézők számára derül ki, hogy vissza lehet utazni a múltba. Sőt, a főszereplő hölgyről is kiderül, hogy ő egy modern kori személy, aki gyerekként, hát mindenki azt gondolta, hogy ő megfulladt, tehát beleesett a tóba és megfulladt, vagy a tengerbe, de a vikingek kihalázták, úgymond a kapunak, az átjáróknak a másik oldalán, és ő vikingként nőtt fel. És ugye ez volt az első évadnak a vége. A második évad az alapvetően a hasfelmetsző Jacknek a sztoria köré épül, annak ellenére, hogy ugye Norvégiában járunk, tehát lesz egy ilyen kooperáció az angolokkal. Na most viszont, és itt tényleg itt van az erős spoiler, egyrészt kiderül, hogy van egy titkos időügynökség. És én nekem az az elméletem, hogy azért vannak az időbevándorlók, mert ez az időügynökség, akik valószínűleg a jövőből már, tehát ők már a jövőben is léteznek, talán valamilyen porruljárt kísérlet miatt, tehát amit ők csináltak, van ez az időbevándorlás, tehát valami kísérletet akartak, és az nem sikerült jól, és így kezdődött az időbevándorlás. Mondom, ez az én elméletem, aztán majd kiderül, remélem, hogy igazam van-e. Tehát akkor ez olyan típusú sorozat, akkor jól értem, de hagy gondolkodni, tehát, hogy Igen, tehát ez nagyon gondolkodtat, és nem rágja szájba a dolgokat, nyilván, mert északi. Tehát, hogyha valaki mondjuk néz északi krimiket, nagyon, vagy olvas, akkor sok hasonlóságot fog felfedezni. Mert ugye hasonló, tehát ugye északiak csinálták. Természetesen amúgy nagyon naturalista, tehát rengeteg benne a mesztelenkedés. Már is van egy hallgatói réteg, aki... De amúgy nekem simán kedvet csináltál ehhez, tehát ez szerintem ezt frankon nézni kell. Ez na jó, de érdemes megnézni, és akkor most akkor is el fogom mondani a csavart. Na most a második évad végére, minek után ugye kiderül, erről a főszereplő hölgyről, hogy ő a modern korból érkezett, a második évad végére lesz egy ilyen probléma, egy háttér probléma, hogy a Lásnak, a lánya, aki ilyen 21 pár hány éves,
egy egyéjszakás kaland után teherbe esik. És a legutolsó jelenetekben ezek az időügynökök, akik ugye közben itt feltűntek a hasfelmetsző Jack ügye kapcsán, a főszereplő hölgynek a DNS-ét kielemzik. És a legutolsó jelenetben kijelentik, hogy találtak egy 25%-os egyezést egy jelenkori személlyel. És az a jelenkori személy, akivel a főszereplőnk DNS-e 25%-ban, ami ugye a nagyszülő, egyezik, az nem más, mint a nyomozótársa, ugye ez a Lás nevű nyomozó. Tehát kiderül, hogy ugye a Lásnak a lánya, aki az egyészakás kalandban teherbe esett, és akivel terhes az a kislány, az lesz a mi főszereplőnk. Magyarán a főszereplőnünk nem a filmes idővonal jelenéből esett át a múltba, hanem 10 évvel későbbről, tehát a jövőből fog átesni a viking korba. Nagyon durva különben, tehát tényleg én így megnéztük a záró jeleneteket, és nem volt nyíltan kimondva, de éreztette a nézővel, tehát hagyta gondolkodni a nézőt, és én így, tehát tényleg megint így a falhoz vágódtam, és erre megint be fogok hozni egy könyvet, mert van egy nagyon jó regény, a Tom Svetterlich-től a Letűnt világok című regény, ami egy hasonlóan, ennél sokkal jobban csavaros, időutazós, alternatív idővonalas, itt is van különben alternatív idővonal, egy rész erejéig, tehát alternatív idővonalas regény, ahol a főszereplő szintén egy ilyen időügynök, és próbál megoldani egy katasztrofális eseményt, és aztán, ahogy megoldja, az valami iszonyatosan földhöz tudja vágni az embert. Nem is túl pozitív a regénynek a vége. Már magát a katasztrofális eseményt sikerül megoldani, a főszereplő nem hal meg, de nem túl jó a vége szerintem. És ez a regény, ez a Letűnt világok, ez például olyan, hogy ez nem egy csavar van a végén, hanem van 8 darab csavar így az utolsó 4 fejezetben, és így folyamatosan így olvasod, és azt mondod, hogy basszus. És olvasol tovább, és megint basszus. Tehát nagyon-nagyon jól mahinál az is. És ahogy néztük a férjemmel most tegnap az időbe vándorlóknak ezt a záró részét, és mindketten olvastuk ezt a könyvet, és néztünk egymást, hogy lehet, hogy valamelyik rendező olvasta ezt a könyvet, mert nagyon hasonló, és nagyon hasonló dolgokkal mahinál. Úgyhogy nagyon jó ez a Before Inners című sorozat, pláne, hogy egy aktuális témára is. Ja, mint foreigners, csak before. Igen, tehát before, jó, ugye jó, ez egy szójáték, szójáték, ugye. Na, és ez norvégül hogy van ez a szójáték? Kejne ánunk. Ja. Nem tudom. Tehát ugye ez egy szójáték, ugye foreigners, mint idegenek, tehát hogy ugye úgy idegenek, mint idegen emberek. Külföldiek, igen, with before, mint ugye előtte. Tehát ez egy nagyon jó kis szójáték különben. Hát, na, szóval ennyi lett volna az én top 5-ös listám.